Idén is kinyitott a kapuit a párizsi Élysée-palota az Európai Kulturális Örökség napján. Ezúttal azonban csak a legbátrabbak jöttek el megnézni a francia köztársasági elnök rezidenciáját. Az országban új rekordot döntött az egy nap alatt azonosított koronavírus fertőzöttek száma, több mint 13 ezerrel. Az Egyesült Királyságban is gyorsan növekszik az esetszám. A szórakozóhelyek már fél éve zárva vannak az országban, és egyelőre nem látszik, hogy mikor térhet vissza az élet a klubokba. Sőt, a kormány arra figyelmeztetett, hogy hamarosan a már feloldott óvintézkedéseket is újra bevezethetik. Spanyolországban már el is dőlt, hogy szigorítás jön. A legnagyobb járványgócnak Madrid számít, ahol hétfőtől részlegesen lezárnak 37 körzetet. Az itt élő 850 ezer ember közül csak az egészségügyben dolgozók, a munkájuk vagy tanulás miatt utazók, illetve az időseket gondozók hagyhatják el a zónát.